én tisztem lesz továbbra is az, hogy kicsit húzom az időt, hogy amíg a tisztelt kollégák hátul készülnek, addig legyen önöket mivel szórakoztatni. Úgyhogy gondolom, hogy mindjárt most azért el szeretném mondani, hogy ez a 25. Korodini kupánk, és nagyon örülök, hogy még mindig itt lehetek, és konferálhatom ezt a fantasztikusnak ígérkező műsort. Úgyhogy ezek után akkor hamarosan rá is térhetnék a lényegre, vagyis arra, hogy mi fog következni. Nem sokára egy olyan művészt fogunk látni, aki nem is tudom, hogy művésznek mondja magát, vagy inkább mentalistának. Az biztos, hogy valamilyen szempontból avantgárd. Annál is inkább, mert nemrég diplomázott, és a diploma munkájának a tárgya az, hogy művészete a bűvészet. Hát ez egy elég érdekes dolgozat volt, és a klubunkban egy kis előadást is tartott erről, úgyhogy nagyon érdekesnek találtam, és úgy gondoltam, hogy meghívom őt ebbe a műsorba, és tetszett, szeretettel elfogadta, és még azért azt is el kell mondjam, hogy kérdeztem, hogy mit szeretne, hogy mondjak róla. És akkor eszébe jutott egy érdekes dolog, amit most el fogok mondani, mégpedig az, hogy nem olyan régen járt Skóciába, ahol egy ilyen utcaszínház fesztiválon vett részt, és ő volt az egyetlen bűvész, vagy akár mentalista, nem tudom, hogy minek mondjam. Minden esetre most akkor következik ő, következik Gyertyán Balázs! Fogadjátok nagy szeretettel! Estét kívánok! A barátaim azt javasolták, hogy legyen ez a ma esti műsorom ilyen kis humoros szám, úgyhogy rögtön egy viccel kezdeném. Mi a különbség a kártyabűvész és a hagyma között? Senki sem sír, ha feldarabolnak egy kártyabűvészt. Köszönöm szépen! Ezért szeretek szakmai közönség előtt fellépni. Egyből megvan a kapcsolat, hiszen összeköt minket a közös szenvedély, a hagymaszeletelés. Gyertyán Balázs vagyok, és rögtön szükségem is volna egy bájos asszisztens, aki segíteni fog nekem a színpadnak. Köszönöm, Pisti! Azt is lehetne, de nem, inkább egy hölgyre gondoltam. Gyere, kérlek! Kérlek egy hatalmas tapsot a hölgynek, amiért... Szerintem, hogy fogjuk akar. Szandra, üdvözlök! Szandra, Gyertyán Balázs vagyok. Gyere, rögtön meg is mutatnám azt, amivel készültem neked. Van itt az asztalon néhány méltán kevésbé kedvelt szexuális segédeszköz, egy ragasztó, két érme, egy kendő és a kedvencem, a kés. Már begegyett a mikrofon. Mit gondolsz, mit fogunk csinálni a késsel? Természetesen felszeretünk vele egy kártyabűvészt. Vagy egy hagymát, ugye attól függően, hogy szeretnénk, hogy sírjanak az emberek, vagy sem. Na, kérlek, hogy ellenőrizd ezt a két érmét, ilyenkor a nézők mindig zavarba jönnek, hogy mi az Istent ellenőrizzenek rajta. Azt nézd meg, hogy át lehet-e rajtuk látni, ugyanis szembeköstősdi játékot fogunk játszani. Nem? Jó, akkor nézd meg ezt a sálat is, tart a szemed elé, nézd a fény felé vele, hogy átlátsz rajta, ott vannak a lámpák. Persze most nem látod, de másik oldalt is ellenőrizd nyugodtan. Ez azért nagyon fontos, mert a későbbiek során, megnézted, jó? Hogyha esetleg mondjuk holnap elmeseled az ismerőseinek, hogy milyen fantasztikus mutatványt láttál Gyertyán Balázstól, ahogy bekötött szemmel, hát különös dolgokat csinál, akkor lehet, hogy ők majd arra gyanakodnak, hogy mégsem voltam teljesen vak, úgyhogy most még ellenőrizheted, hogy tényleg nem lehet átlátni ezeken a dolgokon. Így van? Jó. Na, akkor most szépen bekötjük a szememet, gyere ide, erre az oldalra. Itt ezt az érmét ide teszem a ragasztó szalagra, és azt nyugodtan tedd le egyenlőre. Az lesz a feladatod, hogy ezt helyezd rá a szememre,
így ilyen átlósan, nyomd rá nyugodtan, jó erősen, de tényleg erősen, ne foglalkozz. Ha már folyik ki valami fehér lé, akkor abba hagyhatod, így jó lesz, köszönöm. Van itt még egy érme, és még egy ragasztó szalag, csak most már nincsen térlátásom. Ugyanez a feladat, másik király, másik átló, másik szem. Ez az, nyomjad, úgy jó lesz ott. Köszönöm, Szonda. Az ide kérlek a ragasztót, ám meg is találtam már. Most én az a rész, hogy... Kérlek, Szonda, a kést azt ad ide. Most itt beletetted a pengével a kezembe, mi? Jó, tartsd a ragasztót. Hoppá, mert ez inkább te vágd el, jó? Hát én nem akarom, mert nem látom, hogy hol vagy. Egyébként életbiztosításod van? Persze. Helyes az, sosem állt. Jó, köszönöm. És valahol itt van a kendő is. Arra kérnélek, hogy ezt add ide. Köszönöm. És közben a szemem, tényleg csak azért, hogy ne úgy nézzek ki, mint akit megtámadott egy adag felgyűlött vízvezetékszerelő. Jó erős csomót nyugodtan köthetsz rá. Kettőt is köthetsz rá. Ez egy volt? Vagy már megvan a kettő? Jó, köszönöm. Nos, itt az asztal. Szeretném, hogyha ide jönnél mellém. Ugye innentől kezdve én már nem látok semmit, jaj, de jó, hogy ilyen közel vagy. Viszont a saját érdekedben nagyon fontos lesz, hogy pontosan tudja mindig, hogy éppen merre vagy, ezért azt javaslom, hogy ezt akaszd a nyakadba. Közben azt elmondom, hogy van az asztalon egy pakli kártya, én ezt már otthon megkevertem. Köszönöm szépen. Van még egy kés. Na most, hogyha van esetleg nálad két darab ezres, akkor szívesen átszúrom és aztán félreteszem őket. De itt valami teljesen másról lesz szó. Itt vannak a kártyák, amiket már otthon jól alaposan megkevetem. Itt vagy még, Szandra? Tökéletes. Arra kérnek, hogy tartsd ki a két kezedet, így. Megvan? Jó, oké. Na, most jön az egyik legnagyobb mutatvány. Megpróbálom majd eltalálni. Jó, én osztom így a lapokat, képpel felfele, és arra kérlek, hogy bárhol szóljál, vagy állj, jó? Ott próbálok majd megállni, ahol te szólsz. Nyugodtan. Állj. Itt most? Igen. Jó, akkor ezt a lapot adom neked, ezeket elveszem. Ezek most képpel felfele vannak, ugye? Tehát így kell átvenni a pakvilat. Nem? Ja, de igen. Ja, hallottam én ellenvéleményeket. Most jól van egyébként. Jó, meglézted a lapodat? Igen. Adok neked egy tollat is, vedd le a kupakját, és add ide. Ez az, jó. Írd alá kérlek a lapodat, szép nagy nyomtatott betűkkel, hogy aztán mindenki lássa, és hogyha ezzel megvagy, akkor mutasd is meg a kedves nézőknek. Tényleg írjad rá. Tényleg a nevedet, egészen biztos vagyok benne. Szóval, hogyha ezzel kész vagy. Az úrnak a telefonszámodat is írd rá. Megvan? Jó, tedd vissza a kupakot a tollra, add ide a tollat, és közben azzal a feladattal bízlak meg, hogy valahol itt vannak a kártyák, tedd valahol vissza a lapodat, és keverd jól vissza a paklit. Jó, nem tudom milyen keverő vagy, de hallom a csengődet, ez megnyugtat. Biztos hallottál már arról, hogy a mentalistáknak van egy ilyen képessége, amivel elveszett tárgyakat tudnak megtalálni. Na mostantól kezdve a te lapod is egy ilyen elveszett tárgy, és én meg fogom találni. Bizonyára most azt kérdezed magadban, hogy hogyan csinálom. Nagyon egyszerű a válasz. Én ennyire király vagyok. Meg vagy a keveréssel? Oké. Erre köröngen szemüveget. Adj ide a paklit. Köszönöm. Egy kérdés még, az a fele, ami most feléd néz, az a képoldala-e, vagy a hátoldala? Hátoldala. Jó.
Itt van ez a borítás, amit Szabó Gábor kedvéért raktam ide. Ő tudja, hogy meg. Azt szeretném kérni, hogyha esetleg a kés itt van a kezem útjában, ezen a fekete vásznon, akkor azt rakd odébb, vagy hogyha bármi más is lenne ezen a vásznon, akkor azt is vedd le innen. Okay. Jó? Oké, és akkor ide kiszorom a kártyákat. És jól össze is keverem őket, már amennyire látok. Nos, gyere ide Szandra, mellém. Add ide a kést. Elérkezett a drámai pillanat. Merre áll a penge? Balra. Balra. És te jobbra állsz, ugye? Igen. Ez tökéletes harmónia. Gyorsan vegyük át azért még egyszer, hogy mi történt eddig. Ugye, leragasztottad a szememet. Meg választott egy lapot. Itt vagy még? Igen. Izgulsz, Szandra? Nem. Teljesen felesleges, nem először csinálom. Már egyszer a Gábornál elpróbáltam. Nem, vicc, ezt tényleg nagyon régóta csinálom, és még soha semmi bajom nem esett. Teljesen fölösleges izgulnod. Figyelj, itt van a kártyák. Hopp. Mutasd meg mindenkinek a lapot, ami nincs alatt a lap. Ebben az esetben nem mutasd meg. Most? Ez nehezebb, mint gondoltam. Pedig tényleg sokat próbáltam. Figyelj, Szandra, segíts egy kicsit. Te tudod, hogy melyik a kártyád? Hát most igen. Mert összekeverted, mi? Aha. Ez volt a hiba. Elárulok egy szakmai titkot, mi bűvészek mindig úgy keverjük, hogy tudjuk, hol van a lap. Uh-huh. Nem baj, én nem is láttam, te nem tudod, hogy hol van, de együtt sikerülni fog. Kérlek, a bal kezedet tedd ide. Ez az. Együtt kezdtük el, együtt is fejezzük be. Gyere, gyere ide közel, menni fog. És figyelj, háromtól számolok visszafelé, egynél szúrunk, jó? Nem előbb, nem később. Oké? Okay? Okay. Három. Mi a baj? Három. Kettő. Egy. Megvan egy kártya? Igen. Oké, okay, tartsd rajta a kést. Gyorsan eloldozom magam. Remélem, köszönöm. Erős csomó. És hú, most van a fájdalmas rész. Hát ez baj. Oh. Szandra, itt van egy kártya, egyetlen egy kártya. Leszámítva ezt a kettőt. Egy. Most először mondd el mindenkinek, hogy melyik volt a lap, amit választottál. Szív hatos. Hölgyeim és uraim, a szív hatos! Tényleg egy hatalmas tartott Szandrára. Köszönöm szépen. Állal gyújtottam itt a helyedben. Ezt odaadnám emlékbe, de azért mégsem. Vagy egy másik felépőt idezek, ez egy low budget produkció volt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Gyertyám Valázs voltam. További kellemes szórakozást.